A mai videóban Betlen Gábor erdélyi fejedelem uralmáról és erdély általa megteremtett aranykoráról fogunk tanulni, amely során a fejedelemség már az európai hatalmi harcokban is kisebb szerepet tudott játszani. Ahogyan már tanultátok, Szapjai János Zsigmond, vagy második János 1570-es halála után az erdélyi fejedelmek többsége a bátori családból származott a leghíresebb tagja a családnak Bátori István volt, aki 1576-ban Lengyelország királya is lett, de nem tudta felhasználni új területeit Magyarország újraegyesítésére. Egy híres nem Bátori családból származó fejedelem volt Bocskai István, aki az általa letelepített hajdukkal és magyar nemesekkel fordult a Habsburg elnyomással szemben. Bocskait a Rákóczi család vagyonát megalapozó Rákóczi Zsigmond követte az erdély fejedelmi trónon, ám az idős fejedelem belpolitikai küzdelembe keveredett Bátori Gáborral, akinek sikerült megszereznie a hajduk támogatását. Emiatt Rákóczi Zsigmond lemondott az erdély fejedelmi címről 1608-ban Bátori Gábor javára. Úgy tűnt, hogy Bátorival végre rendeződik Erdély sorsa, hiszen mind az erdélyek, Mind az oszmán Porta és a Habsburgok támogatását is élvezte. Azonban a bátori erőszakos kormányzásával és erkölcstelen magánéletével elidegenítette az erdélyi rendeket, főleg a száz polgárságot, melynek önkormányzatát Eltiporta és fővárosát Szebent megszállta. Emellett bátori a szintén török vazallus állam Havasalföld felé is terjeszkedni kívánt, amire az oszmán Porta lépett és kiutasította őt Havasalföldről. 1613-ra nyilvánvaló volt, hogy Bátori Gábor csak saját és nem Erdély érdekeit nézi, amely az erdélyi rendeknek, a szultánnak és még a Habsburgoknak is szúrta a szemét. Ezért a szultán még ebben az évben letette a fejedelmi trónról Bátori Gábort. A bukott fejedelmet nem sokkal később hajducsapatok csapatok gyilkolták meg. A szultán a vele jó kapcsolatot ápoló református nemest, Bethlen Gábort nevezte ki erdélyi fejdelemnek, aki 1613 és 1629 között volt a vazallus állam fejedelme. Betlen református nemesi családból származott, és már fiatalon is hülyen szolgálta a bátori családból származó fejedelmeket, mint például bátori Zsigmondot és Gábort, valamint ő kérlelte levélben Bocskai Istvánt 1604-ben, hogy álljon a Habsburg ellenes nemesi felkelés élére. Betlen Gábor egész élete során jó kapcsolatra törekedett a szultánnal, hiszen ezen jó kapcsolat segítette őt fejdelmi pozícióba is. A porta jó indulatát biztosította azzal is, hogy 1616-ban Lippavárát átadta a szultánnak, amiért később gyakran Mohamedán Gábor névvel illették. Az 1500-es évek végén kezdődő és kisebb megszakításokkal azóta tartó romlás, pusztulás, kegyetlenség és törvénytelenség időszaka után Betlen Gábor erős kézzel és ügyes taktikával látott hozzá országa újra szervezéséhez. Betlen Gábor uralkodását erdélyi fejedelemként gyakran szoktuk erdély aranykorának nevezni. Ezt az aranykort úgy érte el, hogy nem tartozott a főnemesek közé, és nem rendelkezett hatalmas mennyiségű vagyonnal sem uralkodása kezdetén így ezt az aranykort erős belpolitikai központosítással tudta megteremteni, amely megerősödött hatalommal később az erdélyi gazdaság növekedésért szolgálta. Növelte erdélyi bevételeit azzal, hogy fejedelmi monopóliumot vetett ki több külföldön sokak által keresett termékre, például szarvasmarhára, bőrökre, higanyra vagy sóra, és ezt úgy tette, hogy kereskedőktől rögzített árakon vásárolt fel termékeket, majd az ő kereskedői magasabb árakon értékesítették ezeket külföldi piacokon. Emellett visszaszerezte az eddigi fejedelmek által fejedelmi jogon birtokolt földeket, amelyel növelni tudta kincstárának bevételeit. Ezen kívül Betlen nagy figyelmet fordított arra, hogy az országának adófizető képességét megnövelje, ezért támogatta az iparosokat, és összeiratta az adómentességet élvező hajdúk és székelyek számát. Betlen összességében merkantilista gazdaságpolitikát folytatott. Összességében Betlen merkantilista gazdaságpolitikát folytatott. Vámokkal próbálta meg megakadályozni a nemesfémek kiáramlását, miközben arra törekedett, hogy az exportból minél több bevétele származzon a külső piacokról. Betlen a bevételének nagy részét két dologra költötte. Egy erős zsoldos hadsereg fenntartására, amely külpolitikai ambíciónak záloga volt, valamint különböző kulturális projektekre. Betlen Erdélyen kívüli terjeszkedését két tényező segítette. Az egyik, hogy az oszmán birodalom belső konfliktusokkal küzdött, és pénzügyi nehézségei voltak, a másik pedig, hogy a Habsburgok leginkább az ellenreformációval, azon belül is a cseh területek rekatolizációjával voltak elfoglalva, amelyből 1618-ban kibontakozott a 30 éves háború, a korszak legnagyobb európai konfliktusa. A háború kitörésekor a, háború kitörésekor a református csehek segítséget kértek Betlentől, aki maga is református volt, hogy támadja hátba a Habsburgokat. 1619-ben hadjáratot indított Magyarország Habsburgok által irányított földjein, azaz a királyi Magyarországon, és 1620-ra elfoglalta szinte az összes magyar földet. Még ugyanebben az évben, azaz 1620-ban a magyar rendek Betlen sikerein felbuzdulva kimondták a Habsburg ház tronfosztását a Besztercebányai rendi országgyűlésen, és Betlen Gábort királyuknak választották meg. Betlen azonban nem fogadta el a koronát. Ő maga ezt mondta a korona visszautasításáról. Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha én nálam bolondabb fejedelem nem lőtt volna, mert a török mindjárt az ország végházait, azaz várait és én tőlem megadatni kívánta volna. Betlen belátta, hogy azzal, hogy gyengíti a Habsburgakat, nem feltétlenül viszi előre az ország egyesítésének ügyét, hiszen a török esélyeit növelni a Habsburgakkal szemben, és a törökök a vazzalusi viszonyra hivatkozva Betlentör újabb várak átadását kérnék. A következő hónapok Betlent igazolták. A csehek fehérhegyi csatámban elszenvedett veresége után a magyar főurak nagy része elpártolt tőle, és a csapatai védekezésre kényszerültek a Habsburgak támadása ellen. Betlen erős pozícióját felhasználva tárgyalásba kezdett a Habsburgakkal, amelynek az eredménye az 1621-es Nikolsburgi béke volt. A békében Betlen lemondott a magyar királyi címéről, cserébe Habsburg II. Ferdinánd Szabad vallásgyakorlatot ígért a magyar protestáns nemeseknek és várkatonáknak, valamint megígérte, hogy tartja magát a bocskai féle 1606-os bécsi béke feltételeihez, és tiszteletben tartja a magyar rendek jogait. Emellett Betlen hét vármegyét, Abaúj, Bereg, Borsad, Szavolcs, Szatmár, Ugacsa és Zemplén vármegyéket csatolhatta Erdélyhez. Összességében konszenzusos béke született, és azt mondhatjuk, hogy Betlen elérte azt, amit realisztikusan elérhetett növelte Erdély területeit, és megerősítette a magyar rendek jogait a Habsburgokkal szemben. A kül- és belpolitikájában sikeres Betlen a református egyház, kultúra és tudomány nagy mecénása volt. Ezt mutatja a 2000 forintosunk hátoldalán lévő Madarász Viktor festmény részlete, amelynek címe Betlen Gábor tudósai közt. Fővárosában Gyulafehérváron nagyszabású építkezéseket kezdett, és késő reneszánsz palotát építetett, majd megalapította az első erdély egyetemet, a Gyula-Fehérvári Betlen Gábor főiskolát. De támogatta számos református iskola, nyomda és templom megépítését is. Emellett gyakran hívott meg európai protestáns tudósokat udvarába, hogy az egyetemén tanítsanak, de ösztöndiakkal támogatta az erdélyi egyetemi hallgatók német, holland és angol tanulását is protestáns egyetemeken. Betlen 1629-ben 49 évesen utód nélkül halt meg. Egy évig felesége Brandenburgi Katalin, majd unokaöccse Betlen István vezették Erdélyt, de 1630-ban Betlen egyik közeli támogatóját, első Rákóczi Györgyöt választották meg fejedelemnek, aki Erdély bel- és külpolitikáján nem változtatott, és így folytatódott Erdély aranykora. A fejedelemség a korszakban a protestantizmus élharcosai közé tartozott újból beavatkozott a 30 éves háborúba is. Első Rákóczi György hadjáratával és az azután kötött 1645-ös Linci békével elérte, hogy a Habsburgok végül szabad vallásgyakorlatot biztosítsanak minden magyar társadalmi réteg számára a királyi Magyarország területén. A harcok során a fejedelemség bocskaihoz hűen megvédelmezte a magyar rendi jogokat a Habsburg abszolutizmussal szemben. Így nem meglepő, vagy a 30 éves háborút lezáró vesztfáliai béketárgyalásokon 1648-ban az európai hatalmak erdére középhatalomként tekintettek.